Gerd, hallo der Gerd. Hallo, hallo. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Hú, de meg vagyok csúszva. Srác, nagyon meg vagyok csúszva. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Hello, hello. Az lesz, felkészítjük a gépeket, elteszünk félre, aztán
köszönni neki.
voltam. Nagyjából az a baj, nem tudom pontosan én is, hogy hol a mezdje. Mert se kikarózva nincs, se semmi. Thank you.
nincs, ettől akkor nem fogjátok annyira látni. De... hát nagyjából így van a mezgye. Nagyjából. Látszik, hát valamennyire látszik. Úgyhogy elméletileg ez a rész, ez jó van. Itt nem tudom, mit fogunk csinálni, de...
reggelt. Jeges eső. Uha. Remélem, hogy az még megválja, amíg kiszántok. Annyira nagyon nem hiányzik. Köszönöm szépen. Beszegem ezt a földet, utána itt mellett ezt a kis fél hektárt kilökjük. Nem tudom, szerintem dél körülre megkék, hogy legyek. Aztán megjöhet a szaj, a rossz része, a takarítás. Hú, de kegyetlenül tiszta, merő, minden a tankhoz be, mindenhova begyűltet egy napos alatt. Hát máma meg is fogyott, hogy mára. Azzal kell kezdenem, hogy a két hátsó kereket le kell venni. Azt úgy valahogy kipiszkálgatni belőle azt a fagyos földet. Ahhoz addigra ki nem enged, de hát nem hiszem, hogy ki fog. Bár, még bármi is lehet.
Csilla.
várom tőle, de annyira nem lesz az nehéz számban. Én szerintem.
nem tudom, kérdeztem-e már, de menti értesítés, hogy a megkezdődött a stream? Mert nem mindig szokott menni, csak azért kérdezem, hogy ő most egyetlen mente. Kép kocka.
nincs eldobott képkocka, akkor úgy érdekes a dolog. Ha viszont van, ráadásul nem is kevés, akkor simán előfordulhat, hogy elcsúszik a dolog. Mit használsz? Milyen OBS-t vagy? Vagy miről csinálod? Hogy csinálod?
sajnos, mivel nincs másik kamerám, ezért nem tudtam összehozni még egyelőre azt, hogy ugye egyelőre egy meg hátrafele néz egy időben. Nem is tudom, hogy mikor lesz összehozva leghamarabb. Meglátjuk. Egyelőre lóvé is kéne hozzá. Thank you.
reggel visszatankoltam a gépet. Kimentem a kútra, gyors megvágtam, televágtam. 88 liter tudtam visszatankolni. Úgyhogy az a majdnem 30 liter az kellett neki hektáronként. Úgy vagyunk vele, hogy
kettőt szeretnénk, hogy most összejön-e. Ugye a másik azt ki tudja, valószínűleg össze, vagy sem éljük. De azért nem most szeretnénk még beleugrani. Megvárnánk, hogy azért a két gyermek közt legalább legyen 2 év, ha nem több. Ugye most kislány lett, kis Viktória. Nyilván kisfiút szeretnénk másodjára, aztán majd meglátjuk, hogy jön össze. Nagy szívás lesz, mert le kell takarítani a gépet.
rá van fagyva millió sár. Úgyhogy még le kéne vennem a két hátsó kereket is, valahogy fel kell pakolni a gépet. Aztán szépen kitakarítani mindenhonnan, mert a tank fölött is végigbe gyűltem mindenhova. Tegnap azt a tankos földre. Úgyhogy azzal még én szerintem el leszek máma. Meg hát jönnek majd, általános is jönne, tám két óra fele vagy hogy. Annak is meg kell fogdosni a pikákat. Úgyhogy... van mit csinálni. Kezd már kiolvadni a föld. Már most megint ragadt fel a kerékre.
teszteltet már? Gondolom nem még. Nem tudom, mit csináltunk. Utána akartam
farmingot egy kicsit, és konkrétan az egész játék egy nagy talicska szar volt, mert nem tudom, hogy miért, valami, vagy egy mód összeakadt valamivel, vagy nem tudom, mi történt, de önálló életet élt a játék. Elindult, megnyomtam itt a W-t, hogy ugye megindulok előre, és akkor elkezdett menni magától. Nem is tudtam meg se állítani. Akkor utána nem engedett kilépni a játékból, mert hiába eszképeltem. Bejött ugye a menü, de onnan tovább nem tudtam semmit csinálni, nem tudtam eszképelni, nem tudtam semmit. Nem is értem, hogy mi volt vele. Azóta még nem is nagyon ültem gép előtt, nem próbálkoztam vele, úgyhogy... Majd talán ma előveszem, azt megnézem, hogy jó, vagy nem jó, vagy mi van.
akkor nem Steamen keresztül indítani, hanem csak simán a maga a játéknak a... Fene tudja, nem tudom, nem ő benne is okos, hülyeséget nem akarok mondani. Én a lemezes verziót használom, viszont hozzáadtam a Steamhez. Pont azért, hogy ugye lássanak mások, hogy azzal játszunk. És a Steam-es verziót is használtam, tehát úgy a Pilot Deep-ha játszottam, legutóbb is. Lehet, hogy az volt a baj, nem tudom. Thank you.
valami kamera, vagy bármi, ami aktívan megyen még mindig is, az kavar be, nem tudom. Az a durva, hogy én nem csináltam semmit, tehát én leállítottam az OBS-t, le sem töröltem az előzőt, tehát úgymond a frissebb verziót, csak simán rátettem a korábbit és kész. Minden beállítás, minden megmaradt. A Gyula bácsi, már hangos volt és hirtelen jött.
kívül, mint nem. Isten, Fidi! Szép napot, hello, hello! Na aztán mi a helyzet? Thank you.
vette a felezőt.
tojás a föld.
addig előkészülök. Nagyon nem veszük túlzásba, majd tanyába új is nekiállok a gépnek is kivenni alól a két nagy kereket hátulról, meg hogy hozzáférjek normálisan mindenhova. Ez aztán leállt hirtelenbe. Ja, úgyis le akart engedni. Na, menjünk, srácok! Már valami ki is jött a földből, ez milyen jó isten. Valami vas. Nem bánnám, nem szúrná széjjel az új gumit. Gyere csak itt. Ott maradsz. Jaj. Ezt mondtam itt srácok, hogy ez itt felejtős tovább, tehát ott is áll benne a víz, szabályosan csorog a víz. Nincs is értelme jobban megszántani. Az igen. Megy a stream, srácok, nem szakadozik? Nem ők messze? A routertől. Van akkor, fasza. Ez idén már úgyse igen kell ez az eke. Úgyhogy... Szedegetem róla, úgyis le lesz majd zsírozva. De majd a tanyába még majd nekiesek jobban. Hú, lehet fel kellett volna venni a mellényt. Még a tegnapi fagy. Hajtson lentebb a kamerát, hogy jó, négy. Hoho, ide értél a végére. Ügyes. Megfogsz.
kardját leszedem róla, azt majd többit a tanyába. Hú, ez a gép hogy néz ki, te jó ég. Bár még talán durvább volt a helyzet. Még meg van fagyva. Itt is végbekente a sárvédőhöz. Ott végig fúra benn van a tank felett. Tehát ezt mindenképp ki kell venni a kereket, azt úgy lehet hozzáférni, máshogy ez nem megy. Hát a szántással igen, de még mire kiveszem majd a kereket belőle, meg egyebek, azért az még, bár lehet, hogy az már nem ma lesz, nem tudom, de mondjuk kettő körül jön a állatorvos. Az fasza lesz akkor. Nézzek, bazd meg. Mondom, kettőfele. Hát persze, még meg kell fogdosni a marhákat. Hát, já. Engem is meg fog vizsgálni, igen. Én is kapok szurikát. Kapom a nagy szurikát. Ó, bazd meg, jó lett volna levenni ezt a automata fejet. Úgy voltam vele, hogy szikkad annyit, meg majd fagyni fog, meg a tököm tudja micsoda. Hát ja. Meg volt mindegyik igazából, mert nap végére kezdett már szikkadni is a föld. Meg fagyott is reggel, csak az a baj, hogy oda lett mind a kettő már. Talán a visszataknyosodik, kienged a fagy. Hello, szia! Úgyhogy... Király a helyzet! Hagyján, amúgy már még bomlik lefele. Gondolom már engedett annyit a fagy. Ez úgy kövé volt fagyva reggel. Még azt furcsáltam, hogy normálisan tudott forogni a kerék, meg minden úgy bebom pedig szedve. Na, gyere már ki onnan. De meglátjuk, lehet, hogy még csak már ma megkékezt is csinálni, mert hol meg már pótkocsizni kéne a géppel. Arra meg nem maradhat így. Egész nap koszorálja itt a sára kereket. Ezt nézd meg. Meg van fagyva. Rossz kezem.
Csőbela, hello, hello. Remélem te is kínlódsz. Ne csak én kínlódjak. Mi a helyzet? Ez az élet, kérem. Így lehet. Így lehet, kérem. Ne, az ott marad, majd ekét leteszem, azt jobban hozzáférek. Ezzel kéne még itt kezdeni valamit. Ezek le van fagyva. Még jó, hogy nem műanyag sárvédős. Azt lehet, hogy nem piszkálgatnám így. Szerintem. Tangnál is bazd meg, teljes fullig bent. Jó. Így maradtál, majd kerék kínálóra azt akkor jobban hozzáférni. Ezek már ragad. Hello, hello, szia! És tényleg ment ide, hallottam, hogy pittyent. Duzghul. Ilyen szíves látom. Na, üdvözlök a csatornán, és köszönöm a követést. Szia-szia. Ott lesz az. Mondtam én, hogy dél körül. Igen, végzek ez a számítással. Halliho, hello, hello. Bumlik a kedves. Nagyon fasza. Túl sokáig nem fogok tudni élvezni már, mert itt a vége mára. Bázzeg, mi van itt? Tocsog alattam, úgy kiengedett a fagy. Nesze, ennyit él, -4 fok, -5, -4, nem tudom mennyi volt. De egyébként jó étvágyat kívánok a kajcsihoz, úgyhogy... Nem sokkal, így leszek már egy srácok, szerintem egy 10 perc, vagy nem tudom. Gyából leszedem már, amit letudok a gépről, ne vigyem már be. Behárt. Jó is a segítség. Főleg ilyen. Hoppáré. A fülesemnek majdnem annyi lett. Jó, van a, innen a izéről lehányom. Bár úgy is vissza fogja rakni. Lépcsőre. A
felöltözött rendesen. Jobban, mint most én fel vagyok. Majdnem hidegnek érzem ezt a mai napot eddig. Jó van, a többit meg majd. Az igen. Jó már nektek, itt még semmi. Valamelyik nap reggelre volt egy kis minimális kis semmiség, de az oda is lett szinte egyből. Nem is volt hozzá hideg se, úgyhogy még annyi se esett, hogy egy kicsit meg tudtam volna forgatni a quattrót. Úgyhogy semmi. Egy nagy nulla volt. De bízom benne azért. Hamarosan már csak lesz egy kicsi. Hogy élvezkedjünk már egy kicsit. Elővenni a szánkókat, érted azt? Kötni utána a traktornak, vagy a kocsinak, aminek. Ezt a legelőn adjad neki. Legjobb. Bászik, meg sem mozdul. Az igen. Remélem élvezitek. Bász meg az ujjam. Keci. Hogy rohadna meg. Bazd meg, ez nagyon nem esett jól. Közöttem adott a pályszer meg a sávére között az ujjam. Úgy az Isten. Igen, én is várom, de hogy nem hülyéskedek. Csak hülyéskedek. Bomlik, gyere csak! Jó van, nem basztatom tovább, mert még két gyors atlakozóba kerül majd a játék. Hoppá! Száradj meg, majd kereket kiveszem, azt könnyebben kijön. Isten őriz, ne görcsölj ilyenen, mert nem kell, tehát teljesen mindegy, ha most nem streamelném, akkor is kínlódnék, úgyhogy értitek? Ez csak egy plusz, hogy most én a streamelem. Ti látjátok, hogy mégis mit csinálok, hogy csinálok, azt annyi. Nem arra megy ki a játék, hogy az igen. Komoly rálátásuk van akkor. Na nem baj, hát most ilyen is kell. Mit mondjak erre, tehát? Na, picit visszateszlek ide, srácok. Egy pár szót beszélünk, aztán búcsúzok tőletek, jó? Mert én nekem még valószínűleg hosszú lesz a nap. Hát én még mire tanyába bemegyek, meg
Hát igen, igen. Igen. Nem igazán, nem igazán, tehát srácok, búcsúzok mindjárt, mert mondom, én még bemegyek a tanyába, meg mennyi van az idő? Mindjárt dél. Bemegyek a tanyába, valahogy felbakkorom a gépet, kiveszem alul a két kereket, kipiszkálom a sarat, hogy ne fagyjon bele ugye reggelre. Addigra szerintem nagyjából ideér a doki is, az állatorvos. Úgyhogy még meg kell fogdosni a marhákat is. Addigra meg már biztos elkezd majd esni ez a rohadt eső. Bár nem tudom, mindjárt meg is nézem, hogy mond ez egyáltalán ide, vagy... vagy mi lesz? Egyre több helyen havazik. Wow! Hát az a baj, hogy itt még nem. Na nálam úgy mutatja az időkép, hogy 5 órától. Ó, basszus, amúgy tényleg egész nyugaton esik. Az kemény. Egész nyugaton esik, srácok. Na mindegy, biztos, hogy ide ér előbb-utóbb, tehát az tuti. Csak hogy mikor, azt nem tudom. Nagyon sajnálom, hogy most tudtam még csak becsatlakozni, és már most vége van. Viszont az a probléma ezzel, hogy ilyesfajta stream az idén már nem tudom, hogy lesz-e. Mert ugye most a talajmunkával én kész vagyok. Nem tudom, hogy mit fogok még csinálni, hogy lesz olyan meló, amit idén még, amit traktorral csinálni kell, és azt tudnám streamelni. Viszont nem tudom, hogy ez kárpótol-e, nem biztos. Otthonról szoktam, mikor van egy kis idő, általában esténként streamelni, farming szimulátort, vagy bármi, mit én, kódnak a Warzone-ját, vagy tehát nem tudom, képlék egy a dolog, vevő vagyok bármire. Illetve szeretnénk, nem tudom, hogy most a hétvégén milyen idő lesz, de lehetséges, hogy kimegyünk horgászni is, kicsit pergetni a Tiszára. Lehet, hogy azt is megpróbálnám már akkor streamelni. Tehát próbálkozok, de az a baj, hogy most már ugye eléggé meg van kötve a kéz. Na, jó van. Úgyhogy tényleg nagyon sajnálom, de tehát nincs lehetőség arra, hogy most az abból meg hiába streamelek, hogy beülök a traktorba, azt megyek egy kört vele. Basszus, az kemény. Jaja. Ne vagy már ilyet, most miért buktasz le? Ezt a nagy csecseket, mi? Na, jó van. Közben én pásodok befele, mint a kurva élet. Na várjál, most le vagyok maradva. Mit élveznél? Mit kéne streamelnem? Nem ezt a csörcskidobást, remélem. Pont azt beszéltük, hogy abból már sok van. Ja, hát az... ilyen gázla járok mellett, annyira nem érné meg a dolog. majd, hogyha esetleg tényleg esne egy kis hó,
akkor még bármit is csináltunk. Tehát, hogyha tényleg lenne egy normális mennyiségű hó, és nem is akarna hirtelen elolvadni, akkor lehet, hogy valami kis hóban való ökörködést majd csinálnánk. Meglátjuk, srácok, de mondom, az még odébb van, mert ki tudja, most lesz-e hó. De eltessik egy centi hózt, hello. Holnapra meg, vagy másnapra meg, oda is van. De mondom, ezt a pergetést, ezt szeretném megütni mostanában, még addig, amíg aránylag jó az idő. Lehet, hogy éppen semmit nem fogunk fogni, sőt, szerintem én kimondhatom, hogy én nem fogok semmit se fogni, mert én egy pergetéshez nagyon szerencsétlen vagyok. De mindegy, hát megpróbáljuk majd. Viszont ennek itt van most vége, srácok. Mert tegnap egész nap nyomtam, amíg itt előttem van föld, azt szántottam. 8 és fél óra hossza volt, úgy emlékszem a stream. Ma reggel, mert ugye már rámesteredett, meg már a gázla is sok minden volt a gépbe. Úgyhogy most reggel ugye beszegtük a földnek a elejét, hátulját. Az kész van. Utána beláttam ebbe az utcán a föld volt, ettől kicsit tartottam. De vissza tudod nézni, ha esetleg be akarsz nézni. Vissza tudod nézni, mert van a YouTube csatorna. Az pont ennek van fenntartva. Van kettő, van egy fő csatorna, az egy ilyen régi. Meg van egy új, az meg csak a VOD, tehát a visszanézhető adásoknak van fenntartva. Ott meg lesz. Hát én elhiszem, tudom. Meg uncsi is igazából szerintem 8 és fél rosszát. Jó, hát mondjuk bele-bele tekergetni. Kommentás nélkül. Minden megvan, minden ugyanúgy megvan. Csak ilyen. Ja, hát úgy persze, igen. Ja. Mondom, tehát sajnálom, ez ennyi. Ja igen, amit még nem mondtam el, hogy mivel IRL ugye kint a határban nem sok minden lesz már jövő februárig, nem tudom. De mindenképp, beszakadt a körmöm is, de jó. Mindenképp próbálok hozni tartalmat. Ha más nem tudom, otthon főzünk valamit, az már úgy is volt. Annyira nem is volt rossz, szerintem, hogy mondjam, tehát viszonylag volt sikere, inkább úgy mondom. Úgyhogy majd főzünk is valamit otthon. Megmondom, próbálok, tehát vagy kijárunk pergetni majd. Akúcsere. Nem tudom, hogy áll amúgy. Ó, félig van. Bazzeg, jó, beszakadt a körmöm. Úgyhogy majd kitaláljuk, hogy mit fogunk csinálni, mit lehetne streamelni, ami normális tartalom. Tehát nem ilyen csöcskidobás, meg ilyenek ugye. Meg ilyen állatmódra ugrálás a kamera előtt. Ilyen fogyatékos, látszólag fogyatékos helyzetben. Na mindegy, majd valamit összehozunk. Ja, igen. Olyan is lesz, lehet, hogy lesz, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy bevállalok-e aksikat, vagy nem. Meglátjuk. Na, jó van, örülök ennek. Próbálok olyat hozni, amiben esetleg kevés van. Most nyilván a Farmix szimulátor az pont nem olyan, de azon kívül meg te próbálok olyat mutatni, amiből esetleg vagy nincs, vagy nagyon kevés van itthon. Például a horgászat ugye, azt se nagyon sokan streamelik. Ezek a főzések, ezek vannak, de abból sincs olyan rengeteg azért.
Na, jó van, megdumáltuk, majd ráállok a témára, aztán valamit összehozunk. Jó, szétbasztom a kis ujjam. A vas az keményebb ezek szerint. Na, srácok, búcsúzok, mert ezzel meg egy a dolog még. Úgyhogy, köszi szépen, hogy itt voltatok. Mi van ma, csütörtök? Ma már szerintem semmi nem lesz. Viszont holnap, vagy napközben, vagy este jövök, akkor valamit vagy farmingozunk, vagy valami mást majd csinálunk. Terve van a Huntnak a Showdown nevű játéka, azt régen nagyon sokat játszottuk, viszont utána úgy letettük, mert nem tudom, nem tudom, hogy miért, na mindegy, letettük, most viszont újra előhoznám, előkaparnám. Azzal is lehetne csapatni egy kicsit. És akkor majd látjuk. Valami lesz, ez a lényeg, valami lesz. Na, további szép napos srácok, aki dolgozik, annak kitartás. Most nem mondom azt, hogy hamarosan vége, mert még azért odév van. De nekem mára itt van vége. Letudtam, csinálom még tovább, de azt már nem fogom streamelni, benne leszek a tanyába, stb. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy tényleg köszi szépen, hogy itt voltatok, és holnap találkozunk. Leghamarabb holnap találkozunk. Úgyhogy jó pihenést, aki nem dolgozik, és további szép napot, srácok. Aki meg igen, a